Sziasztok! Újra itt az Egri Jam ifjúsági magazin műsorunk. A mai témánk nagyon hálás kis téma, hiszen itt a nyár, és a legfőbb szórakozásokról fogunk beszélgetni, hogy hová mennek a fiatalok, mivel ütik el az időt szívesen, és állandó beszélgető partnereim már itt is vannak velünk a stúdióban. Sziasztok! Be is mutatlak titeket még egyszer, de aztán már szerintem a nézők úgyis tudni fogják, hogy kik kicsoda. Verebélyi Réka Loretta, Tóth Péter és Kalán Kitti, illetve Gimesi Roberta. Sziasztok! Sziasztok! Jó, hogy megint itt vagytok. Ugye már a nyár, illetve a szórakozás. Hát ez egy nagyon jó kis téma. Szerintem mindenki ezt várja egész évben, főleg télen, hogy végre csak a nyár legyen már. Eljutottunk idáig. Végre. Tervek egyébként, hogy ki hová? Hát a nyaralás. Szeretne menni? A nyaralás, az nagyon terve van már. Hát igazából valami, megint ilyen, mindig a Balatonhoz szoktunk menni, szóval szerintem már újítunk, egyébként nagyon vártam már a nyarat, hogy így vége a szülinek, és nem kell már semmit tanulni, és elterveztem, hogy egész nyáron nem tanulok semmit. És akkor reméljük, hogy a tanáraid majd nem fogják nézni a műsort, és ezt nem hallják, de jó, hát ilyenkor ilyen kötelező olvasmányok, vagy nem tudom, hogy vannak-e neked ilyenek, de igen. És ti így érettségi után hát egy kis veszünk. Felélegzés. Igen. Hát nem tudom, én körülbelül 2 éve nem olvastam így normálisan könyvet, úgyhogy én ilyenkor nyáron, és egy mindig nyáron csináltam ezt, olyan 40-60 könyvet olvastam el nyáron, hogy most már szerintem olyan 200-nál tarthatok így, amiket felírkáltam. Úgyhogy én ezzel szeretném tölteni főleg a nyarat. Meg hát... Várjál, hogy értsem. Szóval így évközben nem olvasom, mert nem tudsz odajutni, hogy olvassál, és nyáron mindent bepótolsz, amit felírtál magadnak, hogy ezt el akarsz olvasni. Csak már most, hogy 2 éve nem tudtam így ezt csinálni. Tehát már most a második nyár jönne, hogy nem tudok nyáron olvasni. Úgyhogy már most elég sok van. Lehet nem is lesz elég a nyár. Francba. Pedig még nyaralni is jó lenne. Tehát, hogy én inkább ilyen nyugisabb szórakozós vagyok. Tehát, és ahogy mondtad is, szórakozás. Mi a jobb szerintetek? Most elmenni egy fesztiválra, valami kinti helyen lenni, hiszen nyár van, meleg van, vagy pedig benti szórakozó helyen itt maradni a városban, ugyanúgy megszokott helyekre, megszokott emberekkel találkozni. Szerintem sokkal nyugisabb szerintem így egy ilyen kisebb baráti körben bulizni mondjuk így, de nyáron így mindenhova el kell menni. Jó, és hogyha most nem nézzük a nyarat, egyébként hogyan szoktatok szórakozni? Szóval mi a jellemző? Akár télen, akár nyáron. Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy jó, most elmegyünk szórakozni, akkor? Hát általában mindig ugye barátok, esetleg osztálytársak, vagy iskolatársakkal. Én is mindig jobban szeretem azt, hogyha olyanokkal vagyok, akiket ismerek. És a legjobb, hogyha mégis szórakozó helyre megyünk, hogy olyan létszámmal menjünk, hogy tényleg mindenkit, ha körülnézek, akkor biztos találjak ismerőst. Mondjuk én személy szerint jobban szeretem, hogyha egy házi buli, vagy egy kicsit barátiasabb, ilyen összejövetel, ahol főzünk és készítünk valamit együtt, és akkor úgy töltjük az estét, és tényleg csak olyanok vannak, akikkel ismerjük egymást. Lehet maradi vagyok, de én nem biztos, hogy kedvelem ezt a nagy fesztiválokat, ahol nagyon sok ember van, és alig ismerünk egy párat, vagy ha oda is elmegyünk, akkor szintén a régi jól megszokott barátokkal, akiket ismerünk, és akiben bízhatunk, olyan emberekkel, és akkor biztos nem lehet semmi gond. És már nem lehetett így egy gond, mert adódhat, vagy adódott már nálatok például egy-egy buliba probléma? Mindig elveszik valaki, hogyha valami nagyobb elveszik. Remélem meg lesz utána. Csak mondjuk, hogy Kati beszél ilyen fesztiválok, vagy ilyen nagyobb rendezvények, ott úgyis eltűnik valaki, de megtaláljuk egymást. Az jó. De így kicsit izgalmasabb az este. Hogyha valakit elveszítetek. Végül is így is lehet. Oda kell figyelni egymásra mindig. Tehát azért... Hál' Istennek, nekem is olyan baráti társágom van, hogy nem hagyunk senkit hátra, soha. És mondjuk én már így
Ugye érettség után nem nagyon szeretek hosszan az éjszakába nyúlni, ezért ha valaki rosszul van, szívesen hazaviszem, mert utána én is már tudok menni. Én jobban szeretem, hogyha egy buli elkezdődik hamarabb délután, egy jó kis összejövetel, és nem tart el nagyon sokáig, mert akkor a következő napon teljesen használhatatlanok leszünk. Én jobban szeretném inkább egy délutáni program, ami estében nyúlik. Nagyon felnőttesen mondod ezeket, mint egy tényleg ilyen, nem is mondom úgy, hogy családapa, de hát mint egy komoly, érett férfi, aki már ugye dolgozik folyamatosan, és azért arra összpontosít, hogy de hát azért nyugtass meg, mert azért néha te is azt mondod, hogy jó, most ilyen ereszdel a hajamat lesz. Hát egyre ritkábban már, így azért, hogy ránk zúdult az érettségi továbbtanulás, hirtelen ugye az életbe találtuk magunkat, azért most már kicsit megkomolyodott mindenki, viszont most így nekünk sajnos azt kell, hogy mondanom, ez a megszokott baráttárság az utolsó közös nyár, úgyhogy mi is összpontosítunk arra, hogy olyan emlékekkel maradjanak, mert ha az osztály nagy része ugye Magyarországon is tanul tovább, mind nagyon sokan különböző városokban, biztos, hogy ezek a kötelékek, amik most megvannak, el fognak szakadni, úgyhogy még most ez az utolsó közös nyarunk. Szerintem azért is jobb egy ilyen baráti társaságban, mert ugye, hogyha mondjuk vagyunk egy ilyen nagy fesztiván, tehát ugye a bizalom az teljesen így elveszik, meg ugye mostanában egyre többször hallom így a tévében is, hogy így felhívják a diákok figyelmét, hogy ugye beleöntik ezt meg ezt így az italodba, és akkor már is elkábulsz meg ilyesmi, szóval szerintem ezért biztonságosabb is egy kisebb baráti társaságban, meg ugye azért mégis ismersz ott mindenkit, de mostanában már például ott is elő szokott ilyen fordulni. Ez mit jelent egyébként? Szóval így hány éves kortól mennek a fiatalok bulizni? Hát most már nagyon korán szerintem. Már néhány szórakozó, én már olyan öregnek érzem magam, de komolyan, hogy hát nem tudom, most nem akarom azt mondani, hogy ezt szerintem már 13 évesen simán járnak. Én 13 évesen még nem jártam. De már most nagyon fiatalon elkezdik, vagy nem tudom hány évesen, de szerintem 13. Számomra egyébként ez a legfőbb probléma, de lassan 25 leszek, nekem hű egyébként, meg más meg azt mondja, hogy jól van, mindegy, de a lényeg az, hogy nem ismerem fel azokat, akik 13 évesek. Sőt, akár lehet fiatalabb is, sokkal idősebbnek nézem általában, hogy így nem mondanám meg, hogy ő 13 éves, ő nem tudom, szóval már így annyira átmosódtak ezek a dolgok, és szerintem egyes szórakozóhelyeken hiába rendben elkérik a személyét, de van, hogy szépen mosolyognak, és akkor úgyis beengedik őket, például így a fiatalok tekintetében, de ami talán a legfontosabb, hogy egy adott, egy úgymond ellenőrzött helyen szórakoznak a fiatalok, vagy pedig kint az utcán, hiszen itt is van, nem is olyan messze, akár hogyha lemegyünk ide az Eszterházi térre, esténként, ahogy szoktam hazafelé menni, akkor mindig vannak ott fiatalok. Nem tudom hány évesek, szerintem ez is már úgy kitolódott, azért lehet, hogy 20, 10, 20, 30, nem tudom, hogy hány évesek, de ott folyamatosan italozások mennek például. Hát nincsenek céljaik szerintem ezeknek, de tényleg van, aki minden nap így teljesen csak iszik, és akkor, tehát nem is másnapos, mert minden nap berúg, és akkor szerintem ez tényleg... Mert aznap. Ez nem élet, tehát meg ugye vannak ezek a tisztelt a kivételnek, ilyen 12 éves, ilyen agyonra sminkelt Barbie babák, és akik így mennek buliba, és már tényleg nem is lehetne a rendes arcukat, annyira ki vannak festve, és hát szerintem ezzel azt akarják ugye elérni, hogy idősebbnek nézzenek ki, és akkor így belevegyüljenek így a tömegbe, mint hogy idősek lennének szerintem. Ugyanúgy. Érdekes ez a határvonal, és ugye a szülő szempontjából is, hogy vajon hány éves korától engedheti el ugye a gyerekét, akkor hová, esetleg egy házi buliba, amit az osztálytársa rendez, ahol tudja, hogy ott van mondjuk a szülő, és akkor ő felügyeli őket, mert azért most már tényleg nagyon elszoktak, akár el is durvulhatnak ezek a szórakozások, ugye, mert sajnos nagyon sok rosszat is lehet hallani ezekről, de ti mit gondoltok erről, hogy milyen helyen érdemes szórakozni, ha létezik ilyen egyáltalán? Hát szerintem nincsenek ilyen meghatározott helye. Szerintem a legfontosabb minden esetben a társaság, meg az, akikkel körülveszed magad, mert ha egyedül mész, akkor egy zárt helyen, vagy akár egy fesztiválon ugyanúgy megtalál a baj, és általában tényleg
most nem csak amiatt jobb ilyen barátokkal elmenni, hogy jól érezzétek magatokat, hanem amiatt is, hogy figyeljünk egymásra. Tehát az is az egyik legfőbb szempont ilyenkor. De hát nem tudom, kinek mi. Hát most van, aki inkább, én ilyen nyugodtabb, nem tudom, ilyen csendes őrült vagyok, vagy nem tudom, hogy mondjam, inkább ilyen beülős, meg ilyen beszélgetős. Én például nagyon szeretek társasozni, és nekem a családomban is, meg a baráti társaságomban is milyen társasozós, otthonbulizós, házi bulizós fiatalok vagyunk, de van, amikor néha szeretem, hogyha elszabadul a pokol. De az ritkán. Jó, de hát pozitív értelemben. Igen, természetesen. De van akinek meg más. De szerintem nincs ilyen exakt jó bulizó hely, hanem ez olyan... Hanem igazából a személytől is függ, persze. Nem? Hogy neki milyen az értékrendje, és ő mit enged meg magának, meg mit nem enged meg magának. Hiszen vannak olyan fiatalok is, ugye az utcán vannak, egyes udvarokban, itt ott, akár itt Tegerben is, és akkor mondjuk már dohányoznak, vagy már iszogatnak, vagy bármit csinálnak. De ugye azt, mert gondolom azt hiszik, hogy ettől lesznek vagányabbak, vagy menőbbek, vagy nem tudom. Ti is ilyeneket éltetek meg? Akár annyi idősen? Most még így az előző kérdésre válaszolva, igazából mondjuk ötödik ez is, engem ugye most már örülök neki, de sokáig tartottak a szüleim engem távol, ugye a buliktól, és akkor is csak úgy engedtek el, hogyha ugye egy adott ismerősnél esetleg házi buli, vagy egy bizonyos ilyen szórakozó helyen vagyunk, mert akkor lehet tudni, hogy hol van. Tehát én mindig azt gondolom, hogyha ez a legrosszabb, mikor az utcákon már folyamatos mászkálás van, ugye mozgás, és sokkal jobb, ha van egy adott hely is, akkor lehet tudni, mert gond esetén akkor rögtön lehet segíteni. Illetve, hogyha annyira sok ismerős barát van, akkor tehát tényleg a társaságtól függ, de jobb egyet eltervezni, tehát hogyha úgy belevetni magunkat az éjszakába, hogy lesz, ami lesz, az a legrosszabb. Tehát jobb, hogyha van egy terv, amit persze bármikor fel lehet rúgni, de legyen, ez a lényeg. Ugye én is szoktam, ugye megkérem anyát, hogy na, hogy ott aludhatok egy régi barátnőmnél, és tehát van, amikor így simán beleegyezik, mert ugye ismeri a szülei. Tehát szerintem a szülők azok nagyon sok mindent elárulnak, de tényleg, tehát így ez is. Volt már olyan, hogy nem engedett el anyukád valahová, nagyon el akartál menni? Hát volt igen olyan, mert egyáltalán nem is hallott még arról a barátnőmről, nem ismerte a családját, nem semmi. És ugye van olyan korszak, hogy így el kicsit mindenki kilóg így az útról, amit jár, és ugye anya így féltett, hogy nehogy valami olyan társaságba keveredjek, meg hogy a szülei is, hogy honnan tudja, hogy megbízhatóak el, szóval. Igen. Azért szerintem te vagy az egyik legjobb példa ebben az esetben, hiszen általános iskolás vagy, talán látod a körülötted lévőket. Mennyire kezdődik el, mert a ti korosztályotokban ez a bulizás, vagy mit látsz a környezeteden? Hát szerintem így az osztályon belül is észrevettem már ezt, hogy így van ilyen három személy, aki így elkezd így már így kicsit érettebbnek akar tűnni, mint a többiek, és ő elkezd ilyen emberekkel ismerkedni, és akkor ugye ő is belekeveredik ebbe a társaságba, de akkor már nem vesz észre, hogy ő, tehát a régi énje őt egyáltalán nem is ment volna erre a társaság felé, és ekkor már az a baj, ebből már nagyon nehéz így kijutni, szóval nálunk is előfordulnak most már így az ilyenek. De akkor így ez a kifejezetten ilyen bulizás, ez így akkor jellemző, akkor mindenki jön, megy, bulizgat, vagy ez a barátnőmnél ott alszok, osztálytársamnál, esetleg házi buli, mi a jellemzőbb? Hát most már egyre komolyabbak vannak, tehát olyan, hogy jó, akkor elmegyünk most, így most nem kell csinálnom semmit, és akkor berugok például már ilyen korban, és akkor így majd lesz, ami lesz, és akkor azt se tudja, hogy megy haza, tehát ilyenekre egyáltalán nem gondolok. Már a te korosztályodnál is? Vannak igen ilyenek. Na hát szerintem az ilyeneket kellene felügyelni valamelyest jobban. Csak ezen lehet elgondolkodni, hogy ez kinek a hát hibája, lehet ezt mondani, hogy... Szerintem ez nagy részt a szülő feladata, úgymond például én nem is tudom, talán gimnáziumba kezdtünk el így eljárogatni, és akkor is még anya felhívott, hogy akkor 10, 11,
re jöjjek haza, hogyha már éjfél, az már hú, az már nagyon durva. És még most is, most, hogy elmúltam 18 is, hogyha el akarok menni bárhova, akkor elmondom anyáiknak, hogy ide megyek, oda megyek, ekkor jövök, itt alszok, vagy ezt csinálom, és akkor neki is az jó, hogyha tudja, hogy jaj, azért majd SMS-t írjál, hogyha lefeküdtél aludni, vagy másnap reggel, hogyha mondjuk ugye, hogyha hazamegyek, akkor otthon megbeszéljük a dolgokat, vagy hogyha ő már akkor elmegy dolgozni, mondjuk nyáron, és én nem vagyok, akkor is felhívom, hogyha elutazunk barátokkal nyaralni, akkor is minden nap beszélünk, csak hogy ő se aggódjon. Elmondom, mi történik velem, elmondja ő, mi történik otthon, és akkor így megvan a bizalom. De ez már lényegében a jó kapcsolat kialakítása is, ugyebár, hogy te is bátran mersz elmondani bármit. Persze, mert nem csinálok olyan dolgot, amit nem szeretnék elmondani. Meg ez már hamarabb elindul, tehát nem 18 éves korában kezdje el ezt az ember, hogy a szüleivel, a lányok, főképpen az anyukájuk olyan jó kapcsolatban legyenek, de szerintem az ilyen tinédzserkor küszöbén válik el, meg pont így a bulizás kapcsán, hogy elmeri elmondani az anyukának, hogy hát nem is barátnőmre alszok, hanem elmegyünk majd berúgni, és akkor itt el lehet veszteni ezt a bizalmat szerintem. De itt meg ami másik fontos dolog, hogy a szülő ismeri a saját gyerekét, hogy mennyire bízhat meg benne. Azért elég nehéz. Én sajnos egy saját példából látom, hogy hiába a jó nevelés, meg az otthoni, ugye erkölcsi tanok, azért egy nagyon rossz társaság el tudja mozdítani negatív irányba, és akkor elvesznek azok az érték, amiket otthon kapott. Mert ugye, főleg ugye megjelenik ez a kamaszkor, ugye lázadunk minden ellen, és többnek gondoljuk magunkat abból, hogyha olyat teszünk, amit egyébként nem szabad, mert úgy se látják ugye a szülők, és hogyha ugye sok olyan emberrel vagyunk együtt, akik más nevelést kaptak, jobban el vannak engedve, sokkal több mindent megtehetnek, akkor ez minket is negatív irányba mozdít el, és akkor már nem tud a szülő mit tenni. Úgyhogy nagyon nehéz ez a kérdés. Hát bízni kell abba, hogy a gyerekünk az teljesen tudja, hogy mikor mit csinál. De ugye mivel egyre fiatalabban buliznak, ezért ez egyre veszélyesebb. Meg egyre nehezebb a szülőknek is, azért, hogy mégsem azért láncra verjék a gyereküket, de hogy azért engedjék is valamennyire. Hát nincsenek könnyű helyzetben, az tény és való. Mondjuk, nem tudom, nekem a saját példám az volt szerencsére, lekopogom, hogy nekem a szüleim így megbíztak bennem. És akkor mondjuk, jó, tényleg nem is csináltam olyan dolgot, jó kislány voltam, de hogy így ahogy jöttem, mentem, így látták azt, hogy jó, akkor hazajött, jó, akkor rendben van, jó, akkor ott van a cipője, hazaért, vagy éppen ilyesmi. Szóval, és akkor ebből is kialakult az a bizalom, gondolom irányomba, hogy megbíztak bennem, hogy jól van, ezért legalább bízom benne, hogy ezt gondolták, hogy értelmes annyira, hogy el lehessen engedni ide-oda, amoda. Ti mit tapasztaltatok egyébként? Szóval, hogy hát ez érdekes kérdés, de ahogy Berta, te is mondtad, hogy már iszogatnak a te korosztály, vagy te környezetedben lévők is. Hogy például később, vagy akár ebben a korosztályban csak így buliznak a fiatalok, vagy azért érzik azt, hogy most italozás nélkül is érezheti jól magát az ember? Hát szerintem egy jó társaságban nem fontos feltétlen, hogy valaki ígyon, mert tényleg, hogyha egy olyan társaságban vagyunk, akkor pia nélkül is ugye el lehet jól lenni, és legtöbbször ugye én kollégista vagyok, és sokszor veszem észre azt, hogy nem mindent mond el mindenki így a szülőknek, tehát az, hogy most távol vagyunk, és akkor felhívjuk este egymást, és én teljesen mondhatnék akár teljesen így bármit is a szülőknek, hogy én hol voltam, meg ilyenek közben, amikor mondjuk én egy rossz társasággal lettem volna, vagy akár bármi rossz, és tehát ez a bizalom is nagyon fontos, és én ugye el is szoktam mondani, hogy én mit csinálok, mikor, mert egyébként jó tudni, tehát tényleg fel kell készülni. Még hogyha rossz dolgot csinálni, biztosan csináltatok azért rossz dolgot, szóval nem hiszem azt, hogy mindnyájan pedáns gyerekek vagytok mindig, minden esetben, szóval azért biztosan nektek is volt olyan, hogy amikor már visszagondoltatok rá, hogy lehet, hogy ezt mégsem kellett volna, és akkor ezért ezt így elmertétek mondani otthon? Milyen kellő felvezetés után.
Meg bizonyos idő, hogyha eltelik igen, utána. Igen, meg rendbe raktam a szobám. És elévült már. Hazahoztam egy pár ötöst, és akkor elmertem mondani, hogy hát anya. Nem. Először a nővéremnek mondok el így teljesen minden, aztán ő így gondolkozik, és akkor mond valami jót, tehát így tényleg benne nagyon meg lehet bízni, és akkor így mindig ad valami jó tanácsot, esetleg már tisztára vele is megtörténtek ezek a dolgok, ugye, ami így mindenkivel, és akkor ő mondja néha, hogy hát azért elmondjam anyának, vagy mégse, szóval így tőle kapok így tanácsot. Igen, ebből a szempontból jó, nekem is nagy előny volt, hogy ugye van egy bátyám, és tanácsot kértem először tőle, hogy ugye ő már kitaposott egy utat előttem, hogy ebben a helyzetben mi legyen. Mert gondolom mindenkinél van olyan, hogy az egyik szülő szigorúbb, és akkor inkább először a másiknak mondjuk, hogy ő már tudjon róla, és akkor ketten közösen az egyik szülővel oda megyünk a szigorúbbhoz, ugye már van egy védelem, és akkor így elkerülhető a komolyabb konfliktus, de inkább jobb elmondani, mint hogy utólag derüljön ki, mert már nagyon, nagyon megütheti az ember a bokáját. Hát meg ez a szülőnek is jó, hogy azt tapasztalja, hogy a gyereke megbízik benne, és elmondja neki, hogy hülyeséget csinált, vagy rosszul sült el valami. Tehát az szerintem neki is így jó. Na, én is emlékszem, mikor anyukámnak így nagy nehezen kinyögtem így a dolgokat, és akkor fú, láttam, hogy ég a szeme, meg minden, de aztán mondta, hogy köszöni, hogy elmondtam neki, és hogy elmertem mondani. Mindenképpen szerintem érdemes elmondani. Mit javasoltok egyébként a mostani fiataloknak? Most ez lehet akármilyen korosztálytól, mert ezt egyéntől függ, hogy ki mikor kezd el bulizni, vagy éppen szülői szigorúságtól. De mit javasoltok nekik? Mire figyeljenek oda? Ti azért már gondolom ezt végigjártátok, a tini korszakon már azért nagyjából túl vagytok, mert te még azért még egy-két dolognak elébe nézel szerintem. De mit javasoltok nekik egyébként? Hogy bulizzanak? Valamennyi, hát felelősségtudatosan. Tehát tudják azt, hogy a tettéknek következménye lesz. Akár pozitív, akár negatív, hogy ezt mindenképpen tartsák szem előtt. Igen, és próbálnak egy ilyen baráttársaságot találni, aki megbízható, illetve hogyha kell, akkor segít, hogyha gond van, és ez legyen egy fix, tehát ne ugráljunk ide-oda, próbáljuk az azonos érdeklődési körre rendelkező társainkat felkeresni. Jó, de itt már egyébként ez később is jellemző lesz, ez az úgynevezett ilyen 95%, ezt így nevezik, azt a csoportot, vagy azt a társaságot, akivel van az ember, mert valamelyest ők befolyásolják is. Tehát ők vagy előrébb viszik, vagy hátrább, attól függ, hogy milyen emberrel van. Ezért érdemes megválogatni nem csak fiatal korában, hanem később is az embernek azt, hogy milyen társaságban mozog. Tehát akkor bulizni lehet, bulizni ér azért? Kell. Néha. Hát azért többször is. Nincs jobb dolog. De mondjuk így a tanárok szempontjából, ők azért nyilván annyira nem tudnak beleszólni ezekbe a dolgokba, de azért valamelyest már, igen, próbálkoznak, úgy, ahogy mondod. Rajtuk mit vesztek észre egyébként, mennyire próbálnak ebbe beleszólni, vagy nagyon jó irányba terelgetni titeket? Nem, hát náluk teljesen, én azt veszem észre, hogy a nem szabad, és akkor az a jó, hogy mindenki üljön otthon, tanuljon, és akkor az a jó. Tehát, hogy nem az ilyen tudatos bulizásra, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy mire ösztönöznek, hanem arra, hogy ne is csináljunk semmit, mert abból csak baj lehet, meg minden. De szerintem ez borzasztó egyébként, és nem tudom, mindenkit így mindig az italozás ellen, meg mi az, hogy még 10 órakor kezdünk el bulizni, miért nem otthon ülünk, meg hát nem, nekem nagyon ilyen ellen, nagyon ellene vannak, legalábbis nálunk, nem tudom, hogy más iskolákban, hogy. Nem próbálnak olyan programokat akár nálatok szervezni, amikkel tudják, hogy úgyis oda el tudtok menni szórakozni, de tudják, hogy ott vagytok helyben, és akkor ők is nyugodtak. Ez így jellemző, hogy ilyen iskolai rendezvények, diáknapok, vagy Mikulás buli, meg ilyen osztály rendezvények, és akkor így az úgy teljesen rendben van. Szerintem meg úgy, ők is tudják, hogy úgyis szórakozunk.
Nálunk meg úgy van, ugye mondtam, hogy az osztályon belül előfordul már ilyen, és az osztályfőnökünk múltkor pont erről volt szó, hogy azért tényleg, hogy ő is hallott egyébként itt dolgokat, jó, mondjuk azok eléggé cifrák voltak már, de ő is mondta, hogy lányok, hogy aggódom értetek, de tényleg, és aztán így elkezdtek így gondolkozni, hogy valóban tényleg aggódnak értük, és úgy rájöttek, hogy tényleg, hogy mit csinálnak, és akkor, hogy változtatni kell, mert már tényleg, hogy ez már sok. És akkor múltként is elkaptam egy mondatot az utcán, hogy kérdezték, hogy kérsz inni meg minden ugye alkoholt, és akkor mondta, hogy nem, egy ilyen ember. És akkor így, hogy tehát manapság úgy ez is már nehéz, hogy valaki azt mondja, hogy nem, mert akkor utána meg jönnek az, hogy jaj, már te izé, meg ilyenek, szóval, hogy így áll. És tényleg elég fontos ez is, hogy megtanuljunk nemet mondani. Igen, nekem például van egy bátyám és meg egy nővérem, és de a bátyám az, aki soha életében nem dohányzott és nem ivott alkoholt. És ő most volt 31 éves. Szóval ő például ehhez tartotta magát, és pont nem olyan régen megkérdezték tőle, hogy de egyébként miért nem? Mert ugye már ez a normális, hogyha valaki ezt csinál, azt csinál, amazt csinál, és azt válaszolt nagyon kis aranyosan, hogy mert nagyon régen, amikor kicsi volt, megígérte nagymamánknak, hogy nem fogja ezt csinálni, és erre annyira odafigyelt, hogy aztán így alakult ki. Nyilván aztán olyan lett a társasága is, olyan szórakozási formákat talált, amihez egyáltalán nem kell, meg nem szükséges, meg nem az ő társaságban nem attól lesz menő, vagy éppen elfogadott, hogy ő azokat a dolgokat csinálja. És ez is nagyon-nagyon ritka, szerintem, hogy valaki így dönt. No, de hát a lényeg akkor, hogy szórakozni lehet, csak okosan, nyilván, és tudatosan. Valamennyire. A szülők meg azért próbálják, ha tudják a gyerekeket valamennyire kontrollálni. Nektek jó nyarat kívánok, köszönöm szépen, hogy itt voltatok és beszélgettünk. Várlak titeket legközelebb szeptemberben. Jó pihenést nektek! Köszönjük szépen, hogy ti is itt voltatok. Jó nyarat kívánunk, szeptemberben találkozunk. Ezzel véget ért az Agri Jam. Sziasztok!